Sziasztok, üdvözlök titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a délpesti autóbuszgarázs kerítése mellől. Ez egy ilyen kerítés vlog lesz. Megnézzük a selejtsort, itt vagyok a végénél. Csak fókusz találná a telefonom. A fókuszt azt nem talál, nem már talált. BPO 230-as 412-es, BPI 006-os 412-es, MCA 004 Maca Van Hul, BPI 263-as, szerintem ez egy 260-as Ikarus, MCA 006, Maca, busz, Exe, Van Hul. Itt van még egy 412-es, ennek nem tudom a rendszámát, mert nincs hátulja, nincs motorja, nincs semmije, teljesen szét van kapva. Itt egy LOV 870, meg LOV 856, ők állnak itt, meg itt áll valami teherautó is. Már a gaz kinőtt a platóból, még egy 260-as lovok, és utána jönnek 260-asok vagy 280-asok, de azt mindjárt meglássuk, csak nézzétek meg, hogy múltkori kerítés logóta még jobban megnőtt itt a susnyás, és itt kell nekem átverekednem magamat, itt a gazok közepette, le kell menni, fel kell jönni, szóval nem olyan egyszerű itt videózgatni. Gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt is, hogy itt milyen erdő van. Ja. Akkor itt kell magamat átvetednem, itt van amúgy mellettünk a Lösmizsei vasútvonal. Csak most nem jár semmi vonat, mert kisiklott a 35-ös usgyi. Itt most ki kell mennünk teljesen a vasút mellé, és úgy tudunk visszamenni. Majd jövök majd a kerítés mellől. Na, itt vagyok újra a kerítés mellett. LOV 863, BPO 472, BPO 454, a B-tengely szét van szerelve teljesen, nincs alatt a kerék, meg itt vannak lovok. LOV 857, többit nem tudom, és még tart a sorra arra felfelé, megpróbálok még bejönni ide a kerítés mellé, csak nem egyszer nézzétek meg, hogy itt milyen növényzet van. Itt meg itt felejtette valaki az esernyőjét. Hát így néz ki itt az erdő. Ezen kell át mennem. Na, kérem, itt vagyok a sor elején. Itt van egy piros-fehér új generációs manhúcsuklós. Mellette egy 412-es, mellette egy maca. MCA 009, MCA 010, BPI 211, NJV 181 Citaro, LOV 882, hát így most egyelőre ennyit látok. Nem látok újabb selejt Ikarusokat, lehet, hogy azok beljebb vannak, mert hogyha itt átnéztek, ott a két maca között ott állnak Ikarusok. Lehet, hogy azokat ott tárolják, azokat az újabb selejteket, nem tudom. Valószínű, mert nincs rajtuk rendszámtábla. Azok ott vannak a túloldalt. Rázumolok nektek. Ott állnak. Azok is selejtek, mert rendszámtábla nélkül vannak. Szóval azokat így nem tudom nektek bemutatni, a túloldalról nem hiszem, hogy meg lehet közelíteni az objektumot. Na hát ennyi lett volna ez a kurta kerítés vlog. Remélem tetszett, és találkozunk egy következő videóban innen délpesti autóbuszgarázs mellől. Jó kis herlás kerítés vlog. Sziasztok!